Ez, ha nem választjuk ezt a gőzmozdony neki, akkor rosszak vagyunk, jó, ugye ez biztosan. Jó. Ruhákat és játékokat zsákolnak Németh Lajosék, rászoruló családoknak rakják össze a hatalmas csomagokat. Ez a cipő, ez szerintem fiút, ne, fiútnak mondhat. Nem lesz jó ez neki? Nem. Ez tök. Puzsik Renáta és családja szenvedélyesen segít a rászorulókon. A három gyerekes ózdi családanya állatvédő önkéntesként kezdte a jótékonykodást, majd az egykori iparváros szegények lakta, leszakadó városrészeiben nehéz sorsú családoknál folytatta azt. Először saját gyerekei kinőtt ruháit vitte el a periférián élő gyerekeknek. Már ott tart a dolog, hogy szinte havonta kapunk egy-egy ilyen teherautónyi számukra fölöslegessével, de itthon nagyon sokat érő dolgot. Külföldi állatvédő szervezetek is beszálltak a gyűjtésbe. És minek örültek a legjobban? Melyik a ajándéknak, amit te vittél? Hát szerintem bicikliknek, már vittünk bicikliket. Ja, biciklit is vittetek. Ilyen kis háromkerekűket. Próbálunk intézményeknek is segíteni, tehát néha egy-egy óvodának, vagy átmeneti befogadó otthonnak, ahol gyerekek élnek. Puzsik Renáta önzetlensége miatt kerülhetett be a Süsfelna program 10 döntőse közé, melyben Németh Lajos a társa. A magyar vasgyártás és kohászat egykori fellegvára mára csak árnyéka önmagának. Ózda törekvések ellenére sem tudott kimászni a mély kátyúból, bár a város erősödik, a lepusztult városrészek lakóinak közmunkából is alig jut. Nekik segít Renáta és családja. Renátának a lelkesedése egyből magával ragadott, tehát amikor és ahogy fogadott bennünket, és ahogy átjött belőle valami sugárzás, mindjárt úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon jó helyen járunk. Sziasztok! Hello! Hogy te drága vagy! Szevasz! Szia! Hát te! Németh Lajosék, üdvözlet! Önök is láthatják az aktivisták és a csomagok fogadtatását. Ki szeret rajzolni? Akkor ebben olyan sok ceruza van, hogy te is rajzolsz, te is rajzolsz, nagyon jó. Van hozzá színező is. Havi 89 ezer forint, ennyiből próbálnak megélni, ahogy a családfő mondja, ennyiből gazdálkodnak. Jövő hónaptól viszont már több pénz folyik be a konyhára. Segélyből nem lehet megélni. Munka meg ez meg jó így, mert 61.500 forintot kap. Beadom az adókedvezményt, a négy kiskorú gyerekre, és akkor így 61.500. Vagyis így már mintegy 150 ezer forintból tudnak gazdálkodni, ez már maga a lottó 5-ös kategória nekik. Örülünk, hogy itt legalább volt lehetőségük az ingatlant megvenniük, így tudják szépítgetni és helyrehozni. Ez nagyon fontos dolog, tudod, mert mindenhol azt mondják, hogy megkapják és akkor lelakják, de ez nem így van. Bizonyítja ezt a Dino család példája is. Szorít? Lajos bácsi még nem találja itt a... Nem szorít? Nem, akkor azt nagyon jó. Az egyszáma kisebb szandálnak is megvan már a gazdája, csak úgy, mint itt mindennek. És a szemét dombra ítélt műanyag helikopterrel is boldogan szárnyal a szandál új tulajdonosa. Renátáiknak a segítségnyújtás tölti ki az életét, ők ettől boldogok, és ez még nem minden. Úgy döntöttünk, hogy nekünk még van elég erőnk és szeretetünk arra, hogy segítsünk nekik teljesen elejétől végéig, gátozzék. Ha minden sikerül, akkor még az idén karácsony előtt megszaporodunk két kislánnyal. Állami gondozó gyerekeket vesznek magukhoz. Az adományozás mellett a most még három gyerekes anyukának még arra is van energiája, hogy állatokról tartson előadásokat iskolásoknak. Sok renit kívánok ebben az országban, és ne csak itt Borsod megyében, hanem szerte az országban. Puzsik Renáta a Süsfelna program támogatásából a rászorulókat segíteni. Ha azt akarják, hogy a most még három gyerekes anyuka nyerje meg a díjat, akkor szavazzanak rá a TV2 Facebook oldalán.